Sziasztok, ez itt a Szertár Podcast 118. adása, vagyis a CXVIII. azt hiszem, hogy nem gondoltam én ezt tehát elég alaposan annak idején, amikor úgy döntöttem, hogy római számokkal fogom majd jelölni az adásokat, de, de nagyon vicces lesz majd, amikor eljutunk a, a 490-ig XD, stb. Hát reméljük, hogy ezt megérjük. Ezt az adást is, mint az eddigieket az utóbbi időben a Görbe-Bögre kávézóban vesszük fel. A Görbebőgre az a kávézó, ahol kávék és sütik mellett ördöglakatokkal és logikai játékokkal is játszhatok. Úgyhogy, ha gondoljátok, próbáljátok ki, a Rökszilárd utca 3 szám alatt euh, található ez a hely. Egyébként pedig Görbebőgre kávézó.hu az internetes címük, úgyhogy nézzetek szét ott nyugodtan. És ennyi felvezető után euh, még egy rövid kis euh, inspiráció ahhoz, hogy a mai adást miért érdemes hallgatni. Egyrészt, mert visszatérünk egy régi-régi-régi rovattal, ami nagyon-nagyon megosztó volt, vagy gyűlölték az emberek, vagy imádták, ez pedig a hírkvíz, úgyhogy ez lesz majd az adás végén, tehát aki erre nem kíváncsi, akkor az majd nyugodtan kikapcsolhatja, aki pedig igen, azt szerintem alig fogja várni, hogy odaérjünk, mert hogy nagyon jó kérdésekkel készültem de akkor itt az idő, hogy megkérdezzem, hogy a vendég, a mai vendég milyen kérdésekkel készült, de mielőtt erre rátér, arra kérlek, hogy mutatkozz be. Sziasztok, én Pintér Bence vagyok, alapvetően közgazdász, illetve középfokon próbálok diákokat tanítgatni erre-arra. Cégeknek segítek ebben-abban, ugye a diplomámban az van írva, hogy vállalkozásfejlesztés, mesterszakos közgazdász, és emellett pedig a Szertár Podcastben igyekszem vendégként helytálni minél keményebb hírkvíz kérdésekkel idejönni, de egyébként az adást így beszélgettük, hogy mi is legyen itt, miről beszélgessünk itt a, ezen a röpke egy óra folyamán. Figyelj, én hátradőlök szerintem mindentől kezdve átadom neked a műsort, néha kérdez, meg, aztán válaszolok valamit. Jó, 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 ez egy nagyon jó ötlet egyébként. Szóval mi Bencével elég sokszor, elég sokszor az túlzás, de elég mélyen beszélgettünk. A, 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 gym, a gymbe összefutottunk. Igen, futottunk össze egyébként háromszor talán, vagy... Élőben, igen. Élőben, és elkezdtünk beszélgetni különböző témákról, ami nagyon erősen átfed olyan témákkal, amiket beszélgettünk már különböző szakértőkkel itt a podcastben is, részben munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban, meg ilyenek. Csak azt akartam mondani, hogy mielőtt nagyon rátérnék a munkaerőpiacra, meg itt az iskolákról beszélgetnénk, ugye van egy nagyon fontos pont, ahol össze van kapcsolva a felsőfokú oktatása középfokú oktatással, ez pedig a Energia Követ program, ahol ugye felsőfokú oktatásba résztvevő diákok tartanak órákat a középfokú oktatás részére. És ennek most volt héten az eredmény hirdetése. Múlt héten volt, nagyon szépen köszönöm ezt a ezt a gördülékeny felvezetőt, ugyanis mondtam Bencének még az adás előtt, hogy ezt el ne felejtsék majd mondani, mert, mert hogy egy fontos mérföldkőhöz érkezett ez a projekt. Én nagyon-nagyon büszke vagyok erre egyébként, hogy részt vehetek ebben a programban. Köszönöm szépen, hogy ezt így kiprovokáltad, ugyanis az idén részt vettem a jelölteknek a kiválasztásában. Tehát egyetemisták, egyetemi hallgatók jelentkezhettek, hogy középiskolákba menjenek el különböző, energiahatékonysággal, energiatudatossággal kapcsolatos órákat tartani. Egyébként e, gyorsan térünk rá szerintem a díjazottakra, mert roppant érdekes, hogy nem az van, hogy kiválasztottatok három pedagógust a két zsűritársaddal együtt, hanem a tudomány széles területét lefedik, és nagyon sokféle háttérrel érkeztek, ami majd, amikor indul szeptemberbe a program a középiskolák részére, ugye a nyári tréningek után, mármint a Nyertesek vesznek részt a nyári tréningem. Talán a saját... Nagyon -e. <laughs> Összesen beszéltünk. <laughs> úgy volt egyébként, hogy Laci rám írt a héten szerdán, hogy akkor vegyünk fel podcastot. Én mondtam, hogy ok, és visszaírt, hogy mi legyen a téma. Úgyhogy hoztam témát, és készültem is, nem csak úgy beültem ide. Visszatérve az energiakövetekre azt a hallgatóknak vezessd már föl egy kicsit, hogy ők milyen területekről érkeztek, és, és miért láttátok jónak azt, hogy ennyire különböző háttérrel jönnek a fiatalok, mit, mit fognak tudni nyújtani ezáltal? Amiért nagyon örülünk, hogy nem csak tanárszakosok vannak, az az, hogy, hogy úgy, hogy különböző területekről érkeztek, egész biztos, hogy nem ugyanaz a sablonos megoldás lesz majd mindenkinél, hanem aki orvostan hallgatóként jön, az bele fogja vinni az egészségtudatosságot szerintem ugyanúgy a témák közé. Ezt azért nem tudom pontosan, mert még nem ültünk úgy össze hogy, hogy végiggyúrjuk alapjaiban az óráikat, de valószínűleg ez ki fog domborodni. Van egy mérnök srác, aki, aki egész biztos, hogy ilyen épületképészeti, meg mindenféle témákat bele fog venni, tehát a saját területéről ő valószínűleg nem, nem a közlekedés, Kapcsolatos kérdéseket fogja érinteni. Nagyon kíváncsi vagyok az ő, ő konkrét programjára. Ő egyébként egy eszméletlen jó animációs videót dobott össze gyorsan jelentkezésképpen, illetve van egy egy tanárszakos is van közöttük, aki földrajz és latin szakos, ami már önmagában meglepő. Úgyhogy ő, ő megint csak a, a saját látásmódját fogja belevinni, és szerintem ettől jó, hogy hogy a követek hitelesen tudják képviselni magukat is, mind a mellett, hogy egyébként az energiatudatosságra hívják fel a figyelmet. Na, ez tök szuper akkor. Ja, gyorsan elmondom egyébként, Duba Gergely, Fehér Anna és Kovács Réka azok, akik szeptembertől majd járják a sulikat, de tervezek majd velük videót is csinálni, úgyhogy. Na, ez tök jó. És gondolom a szertár.com-on lehet egy rövid leírást olvasni róluk, velük. És... Gondolod, és... igen, maragtam ki. <laughs> Ott nézd, kattintsátok meg. Úgyhogy érdemes megnézni őket, meg persze a megnek a honlapján, hogy mi minden van ezzel kapcsolatban. No, de akkor akkor, ha már, ha már szóba jött itt ez egy gyönyörű átkötés arról, hogy hogyan lehet a középiskolákat és a felsőoktatást összehozni, ez azért nem mindenütt ennyire egyszerű, ugye? Ez így van. Képzeld el, hogyha nem mondod most azt, hogy itt a energiakövetes dologról beszélgessünk egy kicsit az adás elején. Én készültem egy úgynevezett bulvár témával, mert azzal mindig meg lehet fogni a közönséget, hogy felvezessem mégis, hogy hol lesz jelentősége a középfokú oktatásnak. Kifekült le kivel? Ezt sajnos nem tudom, de azt tudom, hogy mi otthon felújítjuk a lakást, és a mesterekre mindig várni kell. A vízvezeték szerelőnk már háromszor lemondta a megbeszélt időpontot. Szerencsére mai napon megjelent egyébként, de négy órával korábban, mint ahogy azt megbeszéltük. És, mint tudjuk, a vízvezeték szerelő szakközépiskolába járt. Na most a szakközépiskola az ugye most már mást jelent, mint három évvel ezelőtt, amikor is Megtörtént a középfokú oktatás reformációja, mondjuk így nagyon csúnya szóval. Persze, hiszen most már digitálisan átálltunk teljesen, az új uh, korszellemben képezzik a diákokat mindenütt, hogy fel tudják venni a versenyt akár az uh, IoT által támasztott kihívásokkal szemben is, ugye? Például, de először tisztázzuk is le azt, hogy mi változott meg, mert Akinek mondjuk nincs középfokú iskolába tanuló gyereke, vagy egyáltalán nincs is gyereke, esetleg még csak az általános iskolába jár, netánti kedves hallgatók, még általános iskolások vagytok. Ugye a gimnázium az megmaradt, mint klasszikus értelembe vett gimnázium. Létrejött egy olyan fogalom, hogy szakgimnázium. Ők a régi szakközépiskolák, itt érettségit tesznek a diákok mellé szakmai érettségit, és egy év alatt egy technikusi bizonyítványt kaphatnak. Én egyébként egy ilyen iskolában is tanítok. A szakközépiskola, ő lett a régi szakmunkás képző, ahogy nagyon sokan ismerhetitek. Itt három év után szakmai vizsgát tesznek, illetve aki szeretne, pluszban két évet ott marad, és akkor érettségihez is hozzá tud jutni, és ezen kívül van még a szakiskola, amely a 14. életévét betöltött speciális nevelési igényű gyerekeket készíti fel, az életre is ad nekik szakmai tapasztalatot. Én kettőt szeretnék e közül kiemelni, a szakgimnázium és a szakközépiskola. Hogy miért is ezt a kettőt? Azért is ezt a kettőt, mert a gimnáziumokból a diákok nagy része tovább fog tanulni főiskolára, egyetemre, itthon, külföldön, ahogy jól esik nekik szakiskolásokkal pedig még alapvetően egyáltalán nem találkoztam, a másik kettővel szakgimnáziummal és szakközépiskával pedig a munkám során is összeszoktam futni, illetve tanítás során. Most a leírás alapján azt mondanám, hogy a Tréfás kedvű szerkesztő öt apró különbséget rejtett el a két meghatározás között, vagy valami. De, de nekem nem tűnik olyan egetrengetőnek a különbség túl azon, hogy az egyikben érettség is van, a másikban nem, de mi az átjárás a kettő között, vagy van-e egyáltalán ilyen így karrier szempontból? alapvetően úgy lehet átjárása a kettő között, hogy aki szakközépiskolába végez, majd leérettségizik, az el tud menni egy szakgimnáziumnak a technikusi képzésére, OK és képzésként még ismerhetitek esetleg, illetve aki szakgimnáziumba jár és nem megy neki olyan jól a tanulásannak, tanácsolják, hogy keressen föl esetleg egy szakközépiskolát, ahol három év után egy szakmai vizsgát tehet, és neki tud állni dolgozni. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy három év után szakmai vizsgát tesznek. Ezek a fiatalok jellemzően valamilyen ösztöndíjas programba vesznek részt. Ugye a hiány tanulók, ők kapnak egy bizonyos összeget minden hónapban, tanulmányi eredménytől teljesen függetlenül. Mert én most szinte minden hiányszakma az ömlik a hírekből folyamatosan. Nagyjából minden hiányszakma, mivel a 26-54 éves korosztálynak mintegy 80%-a foglalkoztatott, ez egy nagyon magas szám az elmúlt időszakot figyelembe véve. Ne beszéljünk most az 1990 előtti időről, amikor százszázalékos volt a foglalkoztatás. Ahhoz képest ez, ez semmi. Így van. Minden hiány szakmának nevezhető, de ilyen például a CNCS-tergályos, a villanyszerelő. Föl lehet sorolni igazából a teljes szakközépiskolai spektrumot. A szakközépiskolába, szak aki tanul, ő három év után leteszi a vizsgáját, kicsit visszatérve itt az előző gondolatmenethez, ekkor 16-17 éves kis fiatal lesz. És azt tapasztaljuk mi a munkaerőpiacon, hogy ő még annyira fiatal, és nem találkozott sehol azzal, hogy ténylegesen dolgozni, illetve itt az de föl van nekem még egy olyan írva, hogy a középiskolában ezek a diákok ilyen burokban élnek. A nem akarok. Egységesíteni minden középiskolára vagy minden tanár kollégára. Igyekszenek az iskolai falai között egy ilyen védett intézményt nyújtani nekik, a külvilágtól megvédeni őket a rossz dologtól. De hát ez az azért mondjuk egyetemen is így van, hogy amikor kilép az ember, akkor szembesül először azzal, hogy. Igen, csak hogy na, amikor. Hát, hogy néz ki a világ? Amikor végzel az egyetemmel, akkor mondjuk 21 plusz éves vagy. Jellemzően. <laughs> Már aki. <laughs> Van, aki 32, de az több diplomát diplomás. Va -va 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 valaki igra. írta a Twitteren, szerintem valaki, akit közösen követünk, most nem tudom belőni, hogy szerencsédülőkkel foglalkozni, kivéve ha elmúltak 20-30 évesek. Szóval, hogy az egyetemről kilépők, ők ugye már felnőttebbek, jóval magasabb tudással a hátuk mögött, mert az egyetemen azért már el van engedve a kezük, uh -huh. hogy önállóan kell tanulni, önállóan kell a vizsgákra készülni saját maguknak kell utána menni, hogy mi a tananyag, míg egy középiskolába azért oda van téve a kezükbe a tudás. És ebből a szakközépiskolából és szakgimnáziumból kilépő gyerekek kapnak egyfajta valamilyen szakmai tudást. Jellemzően nagyon gyenge szakmai tudást Én kapnak. erre rá akartam kérdezni, külön vártam, hogy te magad mond ki. Nem akartam, hogy az legyen, hogy én így kihúzom belőled. Nem, nem kell belőlem kihúzni, mert ez, ez a valóság egy olyan szakmai tudást kapnak, amely mondjuk ezelőtt tíz évvel megállta volna a helyét. Az én általam oktatott tárgynak a tankönyvében szerepel egy ilyen mondat, hogy az önéletrajzot és az úgynevezett motivációs levelet postai ajánlott levélben érdemes feladni. Na most azért ezt érezzük, hogy 2018-ban ez egy, ez egy nagyon erős mondat, az úgynevezett retró korszakot idézi, vagy lehetünk hippik is, és akkor úgy döntünk, hogy ilyen módon adjuk fel az önéletrajzunkat. A tankönyvek, illetve az egész rendszernek a lassúsága miatt nagyon nehéz belevinni az újdonságokat az oktatásba. Egyébként rengeteg... A tanárok részéről mondjuk a hajlandóság megvan, tehát olyan előfordul, hogy a tanár látja, hogy jó, oké, ez van a tankönyvben, azért felülírja. Igen, igen, szerencsére sok tanárban megvan ez a hajlandóság, viszont nagyon hamar flusztráltak lesznek a, a tanárkollegák sajnos. Ebbe a korábbi szertáradásokba már elhangzott például, hogy különböző pihentető, rekreációs programokat csinálni a tanároknak. Úgy, a hogy... Jó Sandival legutóbbi felvett adásunk, nem tudom, hanyadik volt pontosan, de Bence biztos tudja ezt is fejből. Nem <laughs> tudom fejből, de én itt azt a trükköt alkalmaznám. Ve ve és vele beszélgettünk a... úgy, hogy keressetek rá és hallgassátok meg. Vannak olyan kollégák, akik nagyon lelkesek, viszont uh, nekik jellemzően a lelkességből kifolyólag nagyon sok órája van egy-egy héten. Itt most arról beszélgetünk, hogy ilyen 160 óra fölötti hónapjaik vannak, amit ugye, hogyha leosztunk egy, bocsánat, 160 órát dolgozik a, a normál ember egy hónapban, és nekik ilyen 180-190 órás hónapjaik vannak. Ez azt jelenti, hogy tanít nappali tagozaton, tanít testin és levelezőn is, mert ugye annyira alacsony létszámú pedagógus van az iskákban, hogy kénytelen, emellett igyekszik magát képezni, folyamatosan az iparág újdonságait nyomon követni. Ez mondjuk egy nem degradáló jelleggel mondom ismételten sem, hogy egy köműves szakmában lassabban változik ugye a trendek, a, a technológiák, de mondjuk egy elektrotechnikai műszerész szakmában, vagy egy informatikus esetén ez napról napra folyamatosan. Hát egy informatika tanárt meg el, hogyha valóban ott van és oda teszi magát. Pont ma gondolkodtam ezen egyébként, ez egy tök érdekes kérdés. Tehát, hogyha nagyon oda teszi magát, akkor miért nem megy el az iparba és ott dolgozik többször annyi pénz és jóval kevesebb munkáért, mint hogy diákokat tanítson. Ezt úgy hívják egyébként, hogy szerelem. Ma... Igen, 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 igen. Egy, egy, volt fizika matek szakos tanár jutott eszembe a volt középiskolámból, aki sajnos már elhúgy néhány évvel ezelőtt, hogy ő csinálta annó az ilyen óra rendeket tudod évelején, és hogy, hogy ő ezt mennyire élvezte, hogy ő írt erre egy programot, ami ezt megcsinálta, ez volt a 90-es évek elején. És hogy, hogy miért nem ment el akkor az iparba dolgozni, programozni, stb. Hát nyilván nagyon szerette azt a munkát, amit csinált. Nekem is van egyébként most egy tanár, kollégám, akit rettenetesen csábítok, hogy a főállású munkahelyemen legyen kollégám, mert egyébként nagyon jó szakember, és akkor mellékállásba tanítson. De azt mondta, hogy ő nem jön tanítani, mert megígérte a végzés osztályának, hogy technikumba is fogja őket tanítani, és őt nem érdekli az, hogy magasabb fizetést kapna. Na, hogy nem tanítani nem fog jönni, hanem, hanem dolgozni, a dolgozni. a másik másik főállású munkahelyemre, igen. Hiába kapna magasabb fizetést, kevesebb óra számért kéne dolgoznia, ő szeretné ezeknek a diákoknak átadni azt a tudást, ami benne van. Mi cég, ugye itt a legeslegkezdeti kérdésre visszaforduljunk, hogy a munkaerőpiachoz ez mégis hogy fog kapcsolódni. Én a KKV szektorban dolgozok. Ebben a szektorban eddig. Kis és középvállalkozások, csak ha esetleg valaki nem tudja. Köszönöm szépen. Ebben a szektorban eddig az egyáltalán nem volt jellemző, vagy nagyon kis százalékban, hogy a cégek hangsúlyt fektettek volna arra, hogy részt vegyenek az oktatásban. Inkább a nagyobb nemzeti vagy multinacionális vállalatok régi-régi kialakult szokásai szerint történt az oktatásba való részvétel. Van miért, most... miért érdeke egy KKV-nak az, hogy részt vegyen ebben? Azért kérdezem, mert. Ugye az erejéhez mértem megpróbál bele pakolni valamennyit az oktatásba, de az, hogy az hozzá térüljön vissza, tehát hogy hozzáérjen el az a diák, vagy akinek a képzésébe pénzt és energiát fetszölt, arra viszonylag kicsi az esély, nem? Hát majdnem, hogy csak minimális, és erre is tudok egy jó példát mondani a saját diákjaim köréből. Én felvetettem a saját diákjaimnak, hogy jöhetnek hozzánk dolgozni, akár nyári gyakorlatra, a diák munkába, vagy hogyha megszerzik a bizonyítványukat, akkor pedig akár főállásban is. És képzeld el, az egyik diák azt mondta, hogy ő beszélt a szüleivel erről, hogy jönne hozzánk dolgozni, és a diáknak a szülei azt mondták, hogy fiam, nem menjél kis magyar vállalkozáshoz dolgozni, mert úgyse leszel bejelentve, és nem annyit kell majd dolgoznod, mint amennyiben megállapodtok. És én itt nekem nagyon elkerekedett a szemem, mert sajnálatos módon nagyon hosszú ideig, a 90-es évek után ugye ez volt a jellemző, de azért az okosabb középvállalatok, kis és középvállalatok is rájöttek arra, hogy be kell jelenteni a dolgozókat, rendesen kell velük bánni, mert különben nem maradnak ott, és nem lesz, aki dolgozzon. És ezek a kis és középvállalatok, ezek jellemzően családi vállalkozások, vagy abból nőtték ki magukat. Ez a családi vállalkozások egyébként itt csúnyán mondva, nekem kicsikét a foglalkozási területem is, így a generációváltás, illetve magának a vállalkozásnak a tovább lépése, tovább építése. Visszatérve a diákom mondta, hogy ezt mondták a szülei, ő hisz a szüleinek, ő nem szeretne velük vitatkozni, úgyhogy ő a falujába lévő multinacionális gyáretségbe fog menni, mint villamos karbantartó három műszakba fog dolgozni, de biztos, hogy bejelentik, és ki lesz fizetve. Ugye, hogy miért teszünk bele pénzt, meg miért is áldozunk energiát? Azért, mert nincs, aki hozzánk jöjjön dolgozni. Nem látják alternatívának a nagyobb cégekkel szemben a kisebb vállalatokat. Egyrésztről lehet, hogy ez a szülői beidegződés. nyomás... Beidegződés. Még beidegződés. Szül? Szülői beidegződés hatására jövő nyomás. Igen, 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 igen illetve hogy sok kis vállalatnak, meg középvállalatnak rossz szíre van. Azért Igen, ugyanakkor abban piacon... is gondolj bele, nem akarom őket védeni, vagy ez hülye szó, hogy védeni, mert nem védem őket. Tehát, a nagyvállalatok beleölnek egy csomó pénz különböző kampányokba, hogy magukhoz édesgessék magukat a, a munkavállalókat, hiszen akkor a hiány van, hogy nekik kellenek a legjobb szakemberek. Tehát ők azzal a nagy pénzzel, amit bele tudnak fetszölni a rendszerbe, szépen le tudják fölözni a javát a munkaerőnek, és a KKV-khoz esetleg az alacsonyabban képzett vagy kevésbé motivált munkaerő fog eljutni, ha eljut. Nem így van? De így van, száz százalékban. Azt el kell azért mondjam, hogy lehet, hogy magához édesgeti a legjobb szakembereket a kampányaival, a juttatási feltételeivel, a fizetéseivel, egyéb kiegészítésekkel vagy munkakörnyezettel, Viszont egy nagy vállalatnál jellemzően egy ember egyetlen dologgal tud csak foglalkozni. És vannak olyan nagyon-nagyon jó szakemberek, akik nem szeretnének egyetlen területre fókuszálni a munkahelyükön belül, hanem azt a tudást, amit ők megszereztek, szeretnék mindet használni. És szeretnének belelátni, mondjuk nézzünk egy kereskedelmi vállalkozást, ahol van nagy kereskedelmi értékesítés, és történik kis Értékesítés is, és ez a jó szakember szeretné tudni, hogy mi kell a ki csak hobbiból foglalkozik ezzel a témával, és mire van szüksége a nagyvállalatoknak, mivel megvan az a szakmai tudás, hogy mind a két réteget kiszolgálja, és úgy érzi, hogy az ő agyi kapacitásai azok kiterjednek annyira, hogy ezt a széleskörű feladat spektrumot el tudja látni. Ez azért, azért mosolyogok itt folyamatosan, amióta elkezdted ezt a gondolatot, mert egy rokonom, nem nevezem meg, hogy milyen közeli, illetve, illetve, egy ismerősöm panaszkodott ugyanerről, hogy nagyon jól fizetik őket az adott multinál, de lényegében egy olyan favágó munkát csinálnak, ahol, ahol teljesen meggajdulnak és hatalmas a, a fluktuáció a cégnél. Ugye, hogy ne, ez, ne csak egy-egy beszűkült területtel kelljen foglalkozni, a kis és középvállalkozások tudnak arra lehetőséget nyújtani, hogy szakmai tudásuk kiteljesedjen, de szép mondat volt. Ja, gyönyörű. Egyébként ez, ez, nagyon fontos, hogy a munkahelyen jól is érezze magát az ember, tehát nem elég, hogy megkapja nem tudom, a kafetériát, meg a plusz juttatásokat, de az, hogy ne csak a csocsóasztal legyen az egyetlen, ami ott tartja, hanem az, hogy, hogy ki tudjon teljesedni, és a kihívásait meg tudja valósítani, az szerintem nagyon-nagyon fontos, vagy legalábbis sok embernél. Igen, igen, igen. A másik, amit én még észrevettem, hogy a kis és középvállalatok kevésbé szigorúak a munkavállalóval szembe. Például, ha a munkavállaló azt mondja, hogy hát bocsi, nekem ma a gyereket iskolába kell vinnem, csak tízre jövök be. Rugalmasabban tudják azt mondani, hogy rendben. Egy nagy vállalatnál azért jellemzően szigorúbban ragaszkodnak a, a munkaidőhöz, ahhoz, hogy a szabadságot két hétre előre meg kell igényelni és egyéb ilyen administratív dolgok, ami teljes mértékben érthető, mivel egy nagy létszámú egységet sokkal precízebben kell üzemeltetni, mint egy kisebb egységet, és ebből kifolyólag a kisebb egységnek, kisvállalatnak jóval nagyobb rugalmassága van egy nagy vállalattal szemben. Azért azt is bele kell venni, hogy egy kisebb cégnek kevesebb a mozgástere is, mint anyagilag, mind szakmailag eljárunk mi is különböző konferenciákra, vagy részt veszünk különböző továbbképzéseken, de azért nem tudjuk azt megfizetni, hogy egy-egy továbbképző az csak a mi cégünkkel foglalkozzon. És itt jön be az, hogy nálunk például sokkal fontosabb az, hogy egyet -egy dolgozunk, saját maga képezze magát, és mi erre igyekszünk motiválni. Ugye még egy nagy vállalatnál lehet, hogy lecsesznek azért, vagy le van tiltva az internet, hogy ne internetezzél napközben, mi addig motiváljuk a dolgozókat, hogy menjél fel az internetre, olvasd el az új híreket, írj egy e-mailt a feleségednek közben, vagy nézd meg Facebookon a szakmai csoportokba, amiket irogatnak. Ezáltal ők a... úgy érzik, hogy ez egy laza munkahely lesz. Az egyik ismerősöm, tehát nem a, nem a rokonom, hanem a, a másik panaszkodó ismerősöm, az mondta, hogy neki most volt egy ilyen personal development időszak, tehát ilyen személyi fejlődés időszak, ami nagyjából azzal egyenértékű, hogy behívták, lecseszték, hogy nem úgy dolgozik, ahogy, ahogy ők szeretnék, úgyhogy embereje meg magát, aztán meglátják az időszak végére, hogy mi lesz, úgyhogy felmondott. A klasszikus vicc, ugye mióta dolgozik a vállalatunknál? Amióta megfenyegettek, hogy kirúgnak. Ja. Viszont visszatérhetünk egy picit a diákokra, mert ott, ott egy kérdés nagyon bennem ragadt, amikor mondod, hogy 16 évesen kikerülnek a szakiskol... szakiskolából, szak, Szakképiskolában. Szakközépiskol. Mennyire jellemző az, hogy felkészületlenek emiatt a burokból való kilépés miatt, és mondjuk kihasználják őket? Most nem a, a nem szándékos kihasználásra gondolok, hanem nincs meg az a tapasztalatuk, hogy, hogy hogyan tudják érvényesíteni a, a saját érdekeiket mondjuk a munkaerőpiacon. Ez egy tökre jó kérdés, köszönöm szépen. Semennyire nem tudják érvényesíteni, mert fogalmuk nincs arról, hogy mik a kötelezettségeik és mik a jogaik így így röviden összefoglalva. Vannak erre irányuló tantárgyak, órák az iskolában. Én is tanítok nekik egyébként munkajogot. De annyira kevés idő van, hogy nagyon-nagyon minimálisan tudunk csak belemenni. Itt megint az jön, hogy ők abból táplálkoznak, amit otthonról hoznak. Az iskolai felkészítés egy nagyon-nagyon pici szeletet fog abból kivenni, hogy hogy tudnak majd helytállni, nem úgy a munkahelyükön, hogy szakmailag, mert hogyha ő egy érdeklődő diák, aki szeretné ezt a villanyszerelő szakmát csinálni, akkor jó villanyszerelő lesz. De neki sokszor fogalma nincs arról, hogy a munkaszerződést írásba kötjük csak meg, a munkaszerződést köthetjük határozatlan időre, nem kötelező minimálbérre bejelenteni valakit, hanem be lehet annyira is, amennyit keres igazából. Nincsenek nagyon tisztában a minimálbérnek a mértékével, vagy esetleg azzal, hogy mennyit dolgozhatnak egy nap. ezeken szerinted mi az, amit tud segíteni? Ha, ha most be kéne csuknod a szemed, és, és, a te kezedben lenne mondjuk az oktatási rendszer megreformálása, és keresztül is lehetne vinni, mi az, ahol te változtatnál? Én nem biztos, hogy a suliban kezdeném el ezt a dolgot, vagy, vagy nem tudom. Tehát... A mondatod vége volt a legjobb, hogy nem a suliban kezdenéd el a, a dolgot. A vállalatoknak kell nyújtani segítséget abba, mert mondjuk meg legyünk a villanyszerelős példánál, szerintem az lesz a, a lehető legegyszerűbb. Meg azért is, mert otthon villanyszereltem, és ki van esve a konnektor, és azt vissza kellett raknom. Úgy néz ki, hogy van egy fővállalkozó, van egy vállalkozó, nevezzük simán vállalkozónak, akinek van egy brigádja, mondjuk egy négy emberből álló villanyszerelő brigádja van, sok munkája van, fel tud venni újabb dolgozókat. Ő úgy dönt, hogy iskolából frissen kilépett fiatalembert fog felvenni hozzá dolgozni, de nagyon sokszor. Öt év tapasztalattal. Öt év tapasztalattal, igen. De nagyon sokszor ő maga sincsen tisztában a munkajogi formákkal, hogy mit is kell csinálni, amikor ő fölvesz. Mert majd a könyvelő megcsinálja, majd aláírjuk a papírt, stb. Adnék egy ilyen kis segédletet a munkaadóknak, főleg a kicsiknek, és az nem segédlet, hogy fönn van a internetes honlapon, a navnál, mert azt nem fogja tudni megnézni, mert ő egész nap kalapál, furvés, vezetéket köt össze. Keres meg onnan? Így van, így van. Hanem igenis egy kézzelfogható dolgot, mert ezekben a szakmákba sokkal nagyobb presztízse van annak, aki nyomtatva meg tudja fogni. Nem kell minden részletbe belemenni, de egy néhány oldalban, és tényleg csak néhány oldalban, életszerű példákkal leírni azt, hogy Mégis mit kell akkor tenni, ha egy új dolgozót felveszek, vagy mennyit dolgozhatok egy héten? Értem én, hogy sokkal több munka van, meg be kell fejezni, meg menni kell a pénz után, el kell tartani a családot, de akkor is nagyon fontos emellett a munkatörvénykönyvének a, a betartása. Ugye ez, ez egy kötelezettség, nem egy lehetőség. Hát másrészt meg akár erkölcsi alapul is felelősséggel tartozol azokért is, akik neked dolgoznak. Igen, igen, ezt az oldalát is megfoghatjuk. És emellé van szükség arra, hogy a diákok kapjanak egy olyan életszerű tudást az iskolában, amely segíti őket az első munkahelyen való elhelyezkedésben. Nagyon tudatosan mondtam első munkahelyet, mert ugye ott már akkor nekik lesz egy tapasztalatuk. És itt lenne az fontos, hogy aki ezt a tárgyat tanítja nekik, az legyen felkészült folyamatosan a jogszabályi változásokból ne vegye elő a tavaly előtti tankönyvet, vagy. hogy saját elő, csak Igen, vagy a saját tapasztalatából mondjon el dolgokat, hanem igenis képezze magát. És a, amellett, hogy a szakmai tárgyakban már nagyon sok esetben megjelennek olyan oktatók, akik az iparból érkeznek, itt az iparból érkeznek kifejezést, arra használom, hogy a versenyszférában dolgoznak és folyamatosan találkoznak az újdonságokkal, hogy ezeket a tárgyakat, ilyen közismereti tárgyakat nevezzük, most tudom, hogy ez a magyar történelem, de ezt is vegyük most ide, olyan emberek tanítják, akik mondjuk humán erőforrás szakemberek, és csinálnak állásinterjúztatást, találkoznak sok önéletrajzal, mellette tisztában vannak azzal, hogy mik is a foglalkoztatásnak a feltételei. Ez egy borzasztó hosszú folyamat, de nem szabad feladni, én azt mondom, mert, mert van remény azért, csak el kell mondani a diákoknak, hogy mégis merre induljon egyáltalán el, vagy hogyha segítség kell neki, akkor hova forduljon. Ha, ha most lenne egy diák, ugyan megnéztem nagyjából, hogy kik hallgatják a podcasteket a különböző visszajelzések alapján, és túlnyomó részt azért nem középiskolás diákok, de ha van középiskolás ismerősötök, vagy középiskolásként hallgatjátok ezt az adást, ha a diák maga bizonytalan, hova fordulhat ma szerinted, vagy mi, mi az, amit tudsz neki tanácsolni? Első körben mindenképpen keresse meg az iskolájában azt a tanárt, aki ezt a tárgyat tanítja is, és bátran menjetek oda a tanárokhoz, kérdezzetek tőlük, mert ő lehet, hogy mérgesnek látszik, de igazából szerettiteket. Igazából csak frusztrált, mert nem tudjuk 180-val hány órát dolgozik egy hónapban. Igen, igen, igen. De, de ő szeret, alapvetően szeret. Körülbelül, én is szeret. nem ott lenne. Igen, szóval én is nagyon szeretek tanítani, és azért vagyok ott. És én óraadóként tanítok ott egy ilyen szolid amit ott kapok, nem ebből érek szerencsére. Illetve rengeteg állásportál van az interneten, nem fogok neveket mondani, beírjátok a Google-be, vagy DuckDuckGo-ba, vagy bármibe, ahol keresni <laughs> szoktatok. Egy ember használja már azt is, a Bing-be, <laughs> vagy a Bing-be, ahol keresni szoktatok, és ne a gyakori kérdések.hu első válaszának. Úristen, de, köszön, de köszönöm, hogy ezt mondtad. Tehát ha a van oldal, amit én beszántanék és jóval hintenék, az nem gyakori kérdések. Értve, ne, ne is a, a Facebook különböző csoportjaiba felelhető kommentek legyenek az elsődleges információ források. Mondhatok két oldalt. Mondják két oldalt. Ha felmentek a profession.hu-ra, vagy a hrportál.hu-ra, mind a kettőnek van olyan szakmai mélysége, amellett, hogy közérthetően fogalmaznak, hogy könnyedén információhoz tudtok jutni. Ezt nem fogom kivágni azt, amikor kérdezted, hogy mondhatok két oldal, csak hogy lássátok, hogy itt komoly agóniák vannak, hogy lehet-e reklámot, vagy nem, de hát... Pff, Úgy, mint a közel? Szerdár Podcast 117. adásában. Ja igen, valóban ott is volt egy ilyen, és még valaki fel is tette ezt a kérdést utána megjegyzésként, hogy miért kell ezen ennyit agonizálni, hát azért És mert... ugye hol, hol, tette föl a kérdését? A YouTube videó alatt, ahova fel lett töltve ugye ez a podcast adás is. És ja, tudtok... akkor olvastad ezt azért kérdést. Olvastam a kérdést. Ja, mert, igen. mert tudom, hogy ott felvetődött. Igen. Egyébként, ha már ez, ez felvetődött, akkor egy kicsit kibontom, tehát, hogy ö, teljesen jogos ilyenkor az aggodalom, mert hogy rádióknál nagyon gyakran van még egy saját szabályrendszer is, hogy mi az, ami belefér reklámnak, meg nem értelemszerűen nagyon félnek attól, hogy, hogy jön egy nagyobb bírság esetleg nem jelölt reklámtartalom miatt. Azért itt mindig szokott lenni jelölés, hogyha valami szponzorált tartalom van, bár a podcastnél ez jellemzően nem fordul elő, sajnos, de majd a jövőben meglátjuk, hogy mi lesz. De hogy fordul fordulná elő szponzorált tartalom, hisz most is itt ülünk a görbe-bögre ja, persze, 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 persze. Oh, abszolút, abszolút. Rökszilárd utca három szám alatt. Figyelj, ez már nem volt benne a görbövögrével való szerződésben, tehát nem kell ennyire, ennyire hangsúlyozni. Nem vicceltem egyébként egy ismerősöm üzemelteti helyet, azért ismerem ajánlani, úgyhogy... És kell kevék, látod? Nagyon helyes. Itt felsorultuk ugye itt az előző néhány mondat előtti mondatokban, hogy hova forduljon a diák, amikor szeretne valami plusz tudáshoz jutni. Legyetek bátrak kérdezni, ezt nem győzöm hangsúlyozni, elégszer elmondani. Legyetek kritikussak az írásokkal szemben, amit olvastok. Nézzétek meg több helyen. Ne csak egy oldalnak. Higgyetek. Azért mondom ezt, mert így elkerülhetitek azt, hogy egy teljesen tévútra mentek, és az alapján próbáljátok meg a vélt jogotokat érvényesíteni. Másrészt merjetek a potenciális munkahadóitoktól is kérdezni. Ezt én rakom hozzá. Tehát... E az a szerződés, amit ti köttök, az kettőtök között lesz, tehát ti abban ugyanúgy félként vesztek részt. Tehát ha, ha aggályos, hogy szerinted hogyan leszel bejelentve, milyen munkafeltételek között kell dolgoznod, kérdezd meg. Hiszen a cégnek is az az érdeke, hogy köztetek jó kapcsolat legyen. Vagy annak kell legyen az érdeke, ha nem ez az érdeke, akkor szerintem nem jó cégnél próbálkoztok. Igen, és ha, ha jó szakemberek vagytok, akkor fogtok munkát találni. Nem kell egyből odaugrani az első jónak tűnő lehetőségnek tudjátok emellé még azért, hogy mik a kötelezettségeitek is. Azt, az, ne felejtsük el, hogy amikor elmentek dolgozni, vagy elmegyünk dolgozni, akkor nem csupán csak jogaink vannak, hanem vannak komoly kötelezettségek, amiket szintén teljesíteni kell, és emellé vannak a, a jogok. Odébb beveszhetünk egy kicsit? Persze, emezzünk nyugodtan. Te, erről a témáról? Te, hát, te, is nagyon gördülékeny átkötéseket tudsz, <laughs> tudsz csinálni. Az, az energiakövetes. Az energiakövetes. Az teljesen volt, nagyon jó volt, nagyon jó volt Igen. <laughs> Ugye Beszélgettünk arról, hogy az iskolában való képzés során is kapnak munkajogi, munkaerőpiaci álláskeresési ismereteket. Emellé én még nagyon-nagyon fontosnak tartanám azt, hogy kapjanak gazdasági, vállalkozási ismereteket, és úgy kapják meg ezeket az ismereteket, mintha ezek valós tudás lennének. Nekem például van egy feladatom a tanítványaim között, hogy ki kell találniuk egy vállalkozást, és három oldalba összefoglalni. És itt mindenki azt hiszi, hogy egy tökéletes vállalkozást ki kell találni. Én nagyon nem várom el, hogy egy tökéletes vállalkozást találjanak aki Azt várom el tőlük, hogy tudjanak egy folyamatba gondolkodni, hogy elkezdjük az elején, leülünk a komákkal, hogy akkor mi szeretnénk egy informatikai vállalkozást indítani, rendszergazdák leszünk felhő alapú szolgáltatásba, hogy indítjuk el, miként építjük fel a céget, és hova fogunk öt év múlva eljutni, és tökre szuper ötletek szoktak születni ezen prezentációk során, mert ezt elő is kell adni. A diákok nagyon ritkán találkoznak szóbeli felelettel, mert sokkal egyszerűbb egy dolgozatot iratni, hogy javítunk dolgozatot, feldobjuk, ami fennmarad az asztalon, az kettes, ami leesik, az megbukott. Jó eséllyel nem így. <laughs> Ugye a legtöbb dolgozat, ami, amit uh, iratnak, az sajnos olyan, hogy tíz éve ugyanaz a dolgozat van, már a tizen. Negyedik generáció az, aki találkozik ezekkel a kérdésekkel. Mindenki fejből tudja a válaszokat. Nagyon-nagyon hiányzik a szóbeli felelet, a szóbeli kifejező készség a mai diákokból. Ez annyira rossz mondat, hogy még én is szégyellem egy kicsit mert nem gyakorolják, nem hiányzik belőlük a gyakorlási lehetőségük. Persze egy állásinterjún nem az lesz, hogy elítólnak egy tesztet, hogy, hogy x be, hogy melyik a helyes. De, hanem... elég tolnak egy tesztet. Igen? Igen, nálunk is van teszt például a felvétel De is. De van arra. szóbeli része is. De a... van szóbeli része is. Összefüggő mondatokban egy érettségizett fiatalnak egy három-öt percet magáról igenis illik tudni beszélni. Igazán eddig életemben két állásinterjún voltam, és hány állambizsgán? Azon többen, de nem tudom, hogy mi számít annak, úgyhogy ebből úgy, volt jó sok. Viszont mindegyik csak szóbeli volt, úgyhogy nem kellett megfelelnem így külön írásbeli teszteknek. És hogyha nektek hallgatóknak ebből valami kis ötlet jött, vagy valami kis szikra, akkor szeptemberben, mikor ment, írjátok föl egy Google Docs-ba, vagy egy Apple telefonjegyzet alkalmazásába, vagy bárhova, vagy a kémia fizetnek az első lapjára, ahova jól esik, hogy kérjétek meg a foglalkoztatás című tantárgy tanítóját, ebből van egyes és kettes is, hogy legyen lehetőségetek mondjuk készíteni egy prezentációt, beszélni egy öt percet akár csoportba a többi diáktársatok előtt, mert hogyha már egyszer kiálltok emberek elé, már az egy nagyon nagy lépés ahhoz, hogy az állásinterjún is ne odaüljetek összehúzva magatokat, hanem el tudjátok mondani néhány mondatban, hogy kik vagytok, mihez értetek, és miért is szeretnétek ennél a cégnél dolgozni. Forzak nagyon fontosak. Én részt veszek több programban is, ahol egyetemistáknak vagy középiskolásoknak tartunk ilyen lehetőségeket. És rengeteg egy-egy alkalom után is, vagy egy-egy nap után is nagyon pozitív visszajelzéseik vannak, hogy ez tök jó volt, hasznos. No, de akkor legyen még egy gördülékeny átkötés. Következzék a hírkvíz? Következzen a hírkvíz? Következzen a jó, hát hírkvíz. hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket. Ide jó lenne berakni egy ilyen szignált, ami elválasztja ezt a kettőt. egymástól. Következik a hírkvíz. Aki esetleg később kapcsolódott be az adás folyamban, régen volt egy hagyományunk a Szertár Podcastben, hogy az akkori műsorvezető társammal, Hapcival minden héten két aktuális hírből készültünk fel. És kvíz formájában dolgoztuk fel ezeket, hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy a másik vajon hogyan fejezné be ezeket a híreket. És Bence most arra vállalkozott, hogy hogy készül kvíz kérdésekkel. Készültem, és, és nem is akárhogyan elég sok időt belefektettem a hírkvíz kérdéseknek a felkutatásában, és nagyon izgultam, mert euh, tudom, hogy mely oldalakról szedtem a híreket, és azt is tudom, hogy ezeket az oldalakat nem csak én szoktam olvasni. Én, én április 10-e óta nem megyek bele az okokba, nem nagyon nézek híreket. Abból az is következik, hogy nem csak a közéleti témákról maradok le, hál' Istennek, nem így is jutnak hozzá eleget, de, de néha olyan hírekről is, ami, ami egyébként meg lehet, hogy érdekelne. De most egy kicsit beleástam magam. Úgyhogy, nem baj, úgyhogy eh. jó eséllyel nem ismerem azokat, amiket kérdeztél. Az első kérdésem egy évfordulós kérdés lesz. Kerek 70 éve épült az első kizárólag napenergiával fűtött ház. És ennek kapcsán készültem egy kérdése. Ugye azt tudjuk, hogy az építészet során azért nagyon-nagyon régóta foglalkozik azzal az ember, hogy hogy tájolja a házat, hogy lesz a legjobb a hőtartása, tényleg hogy melegíti legjobban a nap. 70 éve? És 70 évvel ezelőtt készítettek egy olyan házat, amit kizárólag napenergiával fűtöttek. Az egyenlítő mentén. Valahol. Nem, ezt az Egyesült Államokban építették viszonylag éjszakon. És kicsit kutakodtam a témában, és mégse annyira egyértelmű legyen ez a kérdés, azt tenném föl, melyik fizikust nevezik a napkirálynőnek. Igen. Itt <laughs> 14. Lújzát, vagy nem tudom hogy... Nem, nem, nem. Ugye egy kis uh, színességet hoztam azzal, hogy a nőket is idehoztam a tudomány területére, és nem hagyjuk ott a partvonalon őket. De ott is vannak kőkeményen, úgyhogy nagyon helyes. De én szeretném, ha itt itt állnának ők is belül. Mert nem, nem a partvonalon állnak, hanem benne a tudományokban. Úgyhogy... Sokszor sokkal okosabbak, mint mi. Főleg ez a három tudós az, hogy nálam mindenképpen okosabbak. Az első, az A választási lehetőség, ő Telkes Mária, a tengervíz sótalanító berendezés feltalálója. Igen. A B, ez a Neumann, az első nő, aki fizikából doktorált a berlini egyetemen. Igen. És talán ezért lett ő a napkirálynő, mert hogy ő volt az első, a legnagyobb, aki fizikából doktorátus szerezhetett. Aha, tehát Vagy nincs, se... nincs, nincs köze a napenergiához ezek szerint. Ja, hogy ezt nem tudjuk, jó, igen. A harmadik, pedig Sally Ride, ő az első amerikai úr, űrhajós nő, aki szintén fizikus volt, esetleg ő a napkirálynő, mivel ő feljutott a világűrbe, és volt legközelebb a naphoz. Amíg az Egyesült Államokban laktam, a legfájdalmasabb uh, Staple Reclam uh, hozzá kapcsolódott. Uh, ugye isköle, be isköle, ez egy ilyen, uh, hogy hívják ezt ilyen uh, írószer lánc, és ő szerepelt a reklámjában, és, és valami ilyesmi volt az iskolai, be, a szeptemberi beiskolázási időszaknál játszódott az egész, nagyon, nagyon értelmesen tudok beszélni, és a család, akivel találkozott, megkérdezte, hogy elvigyék és akkor mondta, hogy no, how will take the shuttle, ami, ami nagyon vicces, mert hogy shuttle, értitek, mint uh, Na mindegy. Tehát, hogy a, a, szerintem semmiképpen nem, nem ő. Ezt De mi miért gondolod valahogy... hogy nem ő? Mert, Már itt mert az elej, azt mondod, elej, hogy elej. azért lenne ő a napkirálynő, mert hogy a legközelebb jutott a naphoz. Ez, ez, ez így nekem túl, túl kevés. De tudod, hogy Amerikában nagyon szeretik az ilyen hangzatos neveket ráaggatni az emberekre? Nem tudom, hogy mi volt az ő missziójának a célja, de szerintem ott nem nappal kapcsolatos megfigyeléseket végeztek, vagy, vagy nem tudom, szerintem ő, őt kizárom. Ahogy gondolod? A másik kettő volt... Az első volt Telkes Mária a második pedig ez a Neumann. Ez a Neumann pusztán azért, mert, mert hogy ő volt az első nő, aki fizikából doktorált Berlinben, vagy, Így vagy általában, ezt nem tudom. Hát önmagában ezért... Az nem lehetett, hogy ő a fényjel kapcsolatos kutatásokat végzett, és de az lehet, de ez így nem derült ki a, a, a leírásból. Hát ezt neked kell majd. Viszont tudnok. a tengersótlanítással kapcsolatban ott azért fel tudom vetni azt, hogy a napnak van szerepe. Ez a tengersútlanításról annyit kell azért uh, tudni, hogy amikor Telkes Mária föltalálta ezt a berendezést, akkor erőteljesen a 60-as éveket írjuk. Úgyhogy lehet, hogy valami gépészetbe gondolkodtak. De lehet, hogy nem. Az Hol is valósította lát. ezt, meg ezt tudjuk? a tengersó után rendezést. A Google segítségével meg fogod találni. Mert... mert... ez egy jó tempont lett volna, hogyha mondjuk valami forró országban, mondjuk Izraelben, ahol ebbe azért rengeteg pénzt fetszöltek ezekbe a kutatásokba, akkor ott igen erőteljesen szerepelhet lehet a napnak. Az USA-ban egyébként. Aha. Magyar fizikus nő volt, aki az USA-ban élt. Figyelj, nem tudom ki lehet, de legyen meg a magyar vonatkozás, azt mondom, úgyhogy úgy, hogy be, be az át. Na, jól x be. J jár neked a cukorka. Egy null. Egy nullada. Telkes Mária egyébként egy magyar fizikus asszony, aki a diplomájának megszerzése, fizika doktor egyébként, a diplomájának vagy a doktori fokozatának megszerzése után egyből az amerikai Egyesült Államokba távozott itthonról, és ott ért el igen nagy eredményeket, különböző anyagokkal kísérletezett a fizika területén, és így jött rá arra, hogy miként is lehet a napenergiát felhasználni arra, hogy abból végül egy teljes házat kifítsünk, és ennek van idén a 70 éves évfordulója. Ez igen. A link az természetesen ott lesz a leírásba a cikkhez. Úgyhogy ahhoz majd át kell nekem küldened. No, akkor jöjjön az én hírem, felkészültél? Mind a két hírem eléggé halálközeli lesz. Hány éves vagy csak így? 32. Ó, szuper, jó, akkor majd a második hírnél különösen figyelj. Tehát... <laughs> egy bonkörnyéki sír feltárásának vizsgálatáról jelent meg néhány hónapja egy cikk a Journal of Archaeological Sciences című folyóiratban. A 14 ezer éves sírban egy ember pár és két kutya maradványait találták. Érdekesség, hogy ez a legrégibb ismert sír, ahol az emberek mellett kutyát is eltemettek, ráadásul rögtön kettőt. Ez pedig az ember-kutya közötti érzelmi kapcsolat kialakulásának egyik mérföldköve lehetett, és mindenképpen a szoros gazda-kutya kapcsolatra utal. Az egyik különösen érdekes volt a kutatók számára, a fogazatát elemezve a következő megállapításra jutottak. Há. A fogak elektromikroszkópos kopásvizsgálata alapján a kutya nagyon hasonló táplálékot is fogyasztott, mint az emberpár, ez pedig jelzi, hogy az állat már nem csak a maradékokhoz férhetett hozzá, de együtt is ehetett a gazdákkal ugye kórincsát biztos az asztal körül, aztán adtak neki, mert ha volt 14 ezer éve asztal. B. A maradék fogak alapján a kutya akár 10 éves is lehetett, az akkor matuzsálemének számító kort pedig csak úgy érhette meg, hogy folyamatosan az emberek gondoskodtak róla, még azután is, hogy a vadászatoknál valószínűleg már nem igazán volt a segítségükre az öreg jószág, ami megint csak ugye azt fejezi ki, hogy nagyon szoros kapcsolat volt a kutya és az ember között. C. Épp ellenkezőleg a kutya nagyon fiatal volt, amikor elpusztult, 7 hónapos lehetett, de az igazi érdekesség, hogy a fogak fejlődése alapján valamikor 5 hónapos korában összeszedhetett egy szopornica fertőzést, amiben a tünetek alapján természetes úton bele kellett volna pusztulnia. Tehát az emberek egy olyan jószágot ápoltak és gondoztak, amiből egyébként különösebb hasznuk még, még biztos, hogy nem származott. Hú, ez nagyon szuper kérdés, és fogalmam nincs a helyes válaszról, és ki Ugye, se tudom következtetni. Bár, az a jó. Bármikre, bármikre kérdezhetsz, mert természetesen mindegyik igaz, mindadig, amíg meg nem jelölöd. Ez teljesen tehát, egyértelmű. Tehát bármit tudok mondani, és meg tudom erősíteni, cáfolni, nagyon határozott. Ugye az A válasz lehetőség volt az, hogy az emberekkel együtt élt, együtt tevett, uh -huh. nem csak a maradékokhoz jutott hozzá, a B válasz lehetőség volt az, ugye, hogy ez egy nagyon idős kutya volt, melyet vadászatra használtak feltehetőleg, és utána is az emberek még gondozták. A C válasz lehetőség pedig az volt, ugye, hogy ez egy nagyon fiatal kutya volt, aki egy ismeretlen nevű betegséget összeszedett. Szopornyica, a canine distemper virus, vagy, vagy valami ilyesmi kórokozó okoz. Teljesen egyértelmű volt, csak nem akartam ezzel bonyolítani figyel, az adást. Az, az a helyzet, hogy szerintem te félreérted ezt a játékot, itt nem szövegértési problémákat mérünk, tehát nagyon szépen összefoglaltad, és látom jól. Pró Próbálom értem. feldolgozni egyáltalán a kérdésnek a mélységét, nem az, hogy a választ megadni rá, most tök bátran be kéne tippelnem egyébként az egyik lehetőséget, mert mindegyik... Akár azt is lehet. Mert, mert mindegyik fel. Figyelj, a fogak alapján szerinted mit tudnak megállapítani a kopást? Hogy, hogy Te nem néztél dr. Bonst. Minden meg tudnak. Persze, hogy mindent de meg de. Hát figyelj, ö, ö, Habcival emlékszem, hogy volt egy adás külön ötsziről, vagy, vagy ott ö, több kérdés is, mintha foglalkozott volna vele, hogy konkrétan azt meg tudták mondani erről a Gletscher múmiáról, hogy Melyik területen élhetett a fogai kopása alapján, hogy milyen táplálékokat fogyasztott? Tehát, én, én a c válasz lehetőséget kizárnám, uh -huh. mert ugye az ember nem temette volna el a kutyát, akkor, hogyha nem kötik hozzá valami komoly érzelmek hosszabb időn keresztül. Ugye egy 7 hónapos volt a kutyán, pont, mint lajka. Hát nézve, meg, hát lehet ehhez a kutyához nem érzelmileg kötődni? Na, az A választ, ugye, hogy hogy együtt tehettek? Együtt tehettek, én azt kizárnám, úgy gondolom, hogy adtak külön táplálóikat, én a B választ jelölném meg, hogy hosszú ideig együtt éltek a kutyával, és még azután is gondozták, mert kötődtek hozzá, hogy már nem tudták aktívan használni a vadászathoz. Figyelj Bence, az a helyzet, hogy lusta vagyok, úgyhogy nem fogok keresni ilyen, ilyen zenét, ami ilyen így elvontan, vagy el, elnyújtottan itt csigázza az embereknek a, a hangulatát, úgyhogy kérlek, ezt te ad ki, ilyen dobb vagy nem tudom mivel. Hát az A választ, azt, azt bekamúztam, tehát azt, azt kitaláltam. A kérdés az, hogy egy kölyök kutyához vonzódtak-e, vagy egy idős meglett kutyához? És az a helyzet, hogy ezt elbuktad. Mm. Az, az igazi érdekessége az volt ennek a, az egésznek, hogy úgy gondoztak egy kölyök kutyát feltételezhetően a leletek alapján, hogy abból még tényleg semmilyen hasznunk nem származhatott. Tehát itt már bizonyíték volt arra, hogy volt olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy igenis elkezdték gondozni azt a beteg utódot, vagy beteg kutya kölyköt, pusztán szeretetből vagy neten számítóak voltak, és remélték, hogy majd megerősödve egy jó vadász. És ez ugye oda belőlük. jutott napjainkra, hogy már külön tanszéke van az eltén a kutyákkal foglalkozásnak. Nagyon helyesen egyébként, mert hogy tőlük is jönnek mindenféle hasonló érdekességek. Egyébként lehet, hogy foglalkoztak ezzel, ezzel a témával is. minden esetre azt nem tudom mondjuk, hogy, hogy, hogyan haltak meg maguk az emberek, mert nyilván akkor temették el őket feltételezhetően, amikor, amikor meghaltak, és úgy került melléjük a két kutya. Azt se tudom, hogy a két kutya véletlenül pont akkor hunyt el, mint a két ember. Erős a gyanúm, hogy ott valami rituális dolog lehetett, de ezt nem tudom. Na jó, egy null ide. Öröm ilyenkor műsort vezetni, jöhet a, a te következő kérdésed És így szeretném buzdítani a következő vendégeket, készüljetek nyugodtan kérdéssel, van esélyetek, hogy nyerjetek, és boldogan emelt fővel fogtok majd távozni Úgyhogy jöjjön az én második kérdésem Na hajre. Ez egy ilyen brit tudósok szerű kérdés lesz Az enyém a, is a következő Amit a sciencealert.com-ról vettem, ez egy hétfői hír a nyilvános vécékben igen sok fertőzést szedhetünk össze. De A igaz, B nem igaz. Ez ellen ugye folyamatosan próbálunk tenni valamit. A nyilvános illemhelyek mely része az, amely leginkább fertőzés veszélyes ránk? Ó, oh. na ez jó, ez tetszik. Az első az ülőke, Aha. amire ráülünk ugye. Ezért is lebegtetjük magunkat az ülőke fölött, Melyel elég nagy veszélynek tesszük ki magunkat, mivel könnyedén összeszedhetünk egy fertőzést, illetve nagyon előnytelen helyzetbe történik a toalett használata, mivel számos izmunk megfeszül. Magyarul ez nem egy helyes dolog, de mégis így összeszedhetünk igen sok fertőzést. Aha. Ez az A lehetőség. Ma ugye nem cselekszünk helyesen, de mégis fertőzéshez jutunk. A B lehetőség. A toalett fülke ajtajának kinyitásakor, mivel a kilincsre a toalett lehúzásakor felcsapódó vízcseppek rengeteg szennyeződést felvisznek rá. Esetleg ez lesz az, amikor a legtöbb fertőzést összeszedhetjük, vagy esetleg a készszárító használatakor ez a C-válasz lehetőség, mivel az emberek nem mosnak eléggé alaposan kezet. Uh, végigviszem azért, de én a cét meg fogom jelölni, ugyanis. Meghallgatlak. A, az A az ülőke, az azért nagyon izgalmas, mert szerintem. Nem tudom, az, az inkább. De ez ilyen életszerű, nem? Hogy életszerű, de szerintem. Ezért járnak az sokkal inkább a lányok a... ketten, hogy egy megfogja míg a kezét, míg a megkomoly. Más... <laughs> Milyen szokták mondani. Ezt nem hallottam eddig. Írjátok meg, hogy miért lány, miért járnak a lányok mindig ketten WC-re. Tehát, hogy ez, ez érdekel ez a kérdés. <laughs> ez, ez az elmélet, ezzel még nem találkoztam eddig. De ez szerintem inkább egy, inkább egy stereotípia, hogy ott a WC, oda kerül minden trutymó, és azzal érintkezünk, tehát attól kell legjobban tartani. Ugyanakkor, amikor mondtad, hogy a felcseppenő vagy felfröccsenő vízcseppek, amikor lehúzod a vécét, valószínűleg a, az ülőkére több kerül, mint a kilincsre, mert hogy közelebb van magához a fröccsenésnek a forrásához, tehát gondolom ez is ilyen négyzetesen fordítottan arányos szórás fog mutatni. Ugyanakkor, amikor mondtad a készszárítót, ott beugrott az, hogy nagyon-nagyon hogy régen, mintha hallottam valamit arról, hogy a készszerító azért rossz, mert alárakod a kezedet, és nagyon apró cseppekben szórja szét a, a cuccot, ami rajta van. És ez valószínűleg azért lehetett aggasztó annak idején, amikor ezt olvastam, mert hogy ezzel nagyon sok baktérium és, és mindenféle egyéb uh, is uh, szanaszét szétmegy hogy így rosszul mostnak, és azt meg teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy rosszul mostnak kezdett az emberek. Tehát bemész kicsit, bevizezed, azzal éppen még egy ideálisabb nedves feltétel rendszert teremtesz ott a mindenféle baciknak. Úgyhogy ezt reálisnak tartom. Olyan szempontból talán nem, hogyha az lefröccsen, akkor az, azok a cuccok oda kerülnek a padlóra, meg mindenhova, ahol aztán nem fogod felnyalogatni. Most mondtad, hogy oda kerülnek mindenhova. Hát de nem rád, tehát hogy, hogy bemész az ott van a falon, nem, hogy, hogyan jutsz. Mindenütt ott vannak a baktériumok egy nyilvános vécében. Így van az, amikor határozottan elindulunk, aztán elbizonytalanítom saját magamat. Lehet, hogy az ülőke. De az is lehet, hogy a fülkehajtó. Bármelyik helyes választ lehet, mert ugye úgy kezdtem az egész kérdés, mert... Nem, a fülkehajtó az... az... Smafu? A fülkehajtó a smafu. Fülkehajtóra nem, nem ülünk fel. Ez mondjuk megnyugtató. Az ülőkére viszont felül. Az a baj, hogy én azt a pillanatot nem látom, azt a kontaktot, amikor te a fertőzési forrással érintkeznél. Tehát, hogy Folyamatosan érintkezel a fertőzési forrással, mert ugye ahogy beléptél, már a levegő is tele van mindenféle ez mondjuk dologgal. Ez. Most Itt nem ugye... tudom neked érdeket, hogy én több pontot kapjak, de. Vagy így akarsz el, eltéríteni? Mind a kettő előfordul. Hát lehet, hogy azt szeretem, ha tenyered meg a hírkvizeket. Én, én megjelölöm a, a készlelőt. Mm. Hát nem. Kérlek szépen, a toalett fülke ajtajának Ez kinyitásakor kerül legtöbb fertőzés a kezünkre, vagy arra a testrészünkre, amelyel kinyitjuk a ajtó. Most nem tudom, miért csodálkozom, amikor, amikor kizártam már magamban a, a tud, de azért mégis megírod ez egy nagyon fura érzés, igen. Na nem baj, <coughs> szereztem egy pontot. Egyébként ide még egy kicsit, egy fél mondatot mondok. Azon kívül, hogy a WC ajtó kinyitásakor a kilincsen rengeteg szennyeződés van, ugye egyrésztről azért, mert a felcsapódó víz is, ugye ez egy kicsi félrevezetés volt, el is indultál abba az irányba. Ez a felcsapódó víz egyébként a teljes fülkét beteríti, és rengeteg fertőzés hordotta a fülkében. Ezen kívül még úgymond koszos kézzel is indulunk ki a fülkéből, és fogjuk meg azt a kilincset. papírt, és ne üljetek fel az ajtóra. <laughs> az semmiképpen se. Egyébként nagyon fertőzött még a csaptelep és a szappanadagoló emellé. Nem menjetek vécére ez a tanulság. Minden csak nadrágban szabad elvégezni. Egy-egy a hírkvízállása. Na jól van. Minél öregebb valaki, annál nagyobb az esélye, hogy meg fog halni. Ez ugyan nem egyenletesen oszlik el, de már csak logikailag is le lehet ezt egyébként vezetni. 50 évesen például körülbelül háromszor nagyobb eséllyel patkolsz el, mint 30 évesen. 60 és 80 éves kor között 8 évente duplázódik az elhalá, elhalálozási esély, 100 éves korban pedig már csak 60% az esély annak, hogy megéred a következő szülinapodat. Igen, nem csak hogy. Létezik egy olyan fogalom a biológiában, amit nem tudom, hogy hogy kell szépen magyarra fordítani, úgyhogy csak mortalitási platónak nevezem. Ez, ez, az a jelenség, ami azt jelenti, hogy ha az élőlény elér egy bizonyos életkort, utána az elhalálozási esélye az, az, nem nő tovább az idő előre haladtával. Tehát laborálatoknál, muslicáknál, különböző férgeknél ezt nagyon jól megfigyelték. Bizonyos napszám után ugyanakkor eséllyel hal meg, tök mindegy, mennyi idő telt el. Tehát Muslicáknál ezt laborban megfigyelték, és most akár hiszed, akár nem, olasz, dán, amerikai és német kutatók, bár akár brit kutatók is lehetnének, lehozták egy science publikációban, hogy mi a helyzet az emberi mortalitási platóval. A. Nincs ilyen. Tehát, hogy ez csak alacsonyabb rendű életformáknál van, statisztikailag nem lehet igazolni. Magyarul hogy... egy bizonyos életkor betöltése után már biztos, hogy meghalunk. Így is lehet értelmezni, de inkább úgy is, hogy minél idősebb vagy, annál nagyobb a valószínűsége, hogy, hogy rövidesen meg fogsz halni. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy, hogy az emberbe megy életbiztosítás kötni százvalahány évesen, és a biztosítási ügynök az, az csodálkozik, hogy de hát ebben a korban, és mondja, hogy hát nézze meg a statisztikákat, ebben a korban már nagyon kevés ember hal meg. Úgyhogy, de nem erről van szó, tehát hogy á, embernél magasabb rendű élőlényeknél nincs ilyen. B. 105 éves kortól kezdődik, tehát ha megéred a 105. életévedet, akkor onnantól kezdve ugyanakkor a eséllyel nem fogod megérni a 106-at, mint ha mondjuk 110 évesen várnád a 111-et. Tehát, hogy innentől kezdve már nem változik. Vagy C. Statisztikailag tudtak egy beslést adni, ez szerint 128 évnél következne be. Tehát túl sok gyakorlati jelentőséggel nem bír ez a kutatás, de kiindulva a különböző statisztikai adatokból, 128 évnél érnék el a mortalitási platót. Most neki kéne állnom mindenféle Je matematikai... Jelenleg, jelenleg 122 éves a legidősebb ember. Most uh, neki kéne... Remélem megéri, amíg feltartjuk, mert utána nem tudom Neki kéne állnom most mindenféle matematikai számításnak, hogy meg tudjam válaszolni helyesen ezt a kérdést, és arra jutottam, hogy nem állok neki. Egy nagyon nagy mintából dolgoztak, és... Uh, és komoly statisztikai jellemzések következtében jutottak erre a megoldásra. Hát ugye tudjuk, melyik statisztikának hiszünk. <laughs> Amit mi magunk készítünk 128 éves korunkban. Így van. Az elsőt azt kizárnám. Azt mindenképpen az A válasz lehetőséget... nincs ilyen. Hogy nincs ilyen. Így van. Reménykedem. Igen, így is mondhatjuk, hogy nincs ilyen. A második és a harmadik, a B és C lehetőség az azért tűnik jónak, mert ugye mondtad az, hogy egy bizonyos életkor fölött hányszorosan nő az esélye, hogy az ember ö, megéli, vagy nem fogja megélni a következő életciklusát. A kérdés akkor ezek szerint az, hogy ez egy reálisan elérhető életkor, tehát azért 105 évesen még élnek emberek időnként, Igen? tehát akkor onnantól kezdve neki ugyanakkor esélye van, mint egy 106 évesnek, vagy 107 évesnek akár. Azt kéne. Vagy egy irreális dolog, amit csak statisztikai besléssel tudtak, euh, tudtak megjósolni, hogy 128 éves kor környékén lenne ez a Mortalitási plató, amit ugye. Most euh, pontosan ezen filozófálok, egy ilyen kis gondolatmenetet próbálok felvezetni magamba. Ugye mondtad, hogyha jól emlékszem, hogy 80 éves kor fölött euh, lesz egy nagyobb szorzószám, és emiatt tudnék talán a B válasz lehetőségre gondolni. Uh -huh. Annyira rossz, hogy Rezen is tehen arccal nézel rám kezben. Gyakoroltam elég sokat. Köszönöm, <laughs> Habci, hogy nézed ezt az adást, tehát hogy ez neked köszönhető ez a tréning. Szívem szerint megjelölném a B válasz lehetőséget, de mivel az tűnik a leglogikusabbnak. De a szíved igen a szív- és érrendszeri betegségek általában, amik ilyenkor elviszik az embert. Így van. Úgyhogy egy C-t fogom megjelölni, mert... Mert van. az a legkevésbé logikus. Így van. <laughs> Próbálom követni a gondolatmenetedet. Azért nem jelölöm meg a, a B-t, mert az tök egyértelműnek Mert tűnik. én se jelöltem meg nálad a b holott az lett volna, és akkor lehet, hogy nálam... Bármi előfordulhat, de ugye még nem tudunk abba semmiféle dolgot kimutatni, hogy jellemzően melyik betűjelet jelöljük a helyes válasznak a kérdéseink során. A C az azért tartom izgalmasnak, mert el tudom képzelni, hogy egy teljes kutatócsoport azon dolgozott, hogy egy totálisan értelmetlen számot a matematikai és statisztika segítségével létrehozzanak, majd azt mondják, hogy hm, bocs, túl nagy. Ez, egy totálisan reális alapkutatási téma lehetne. Akár, hogy ezzel rengeteg ember foglalkozik, mert ugye tudjuk, hogy az alapkutatásoknak nem mindig van kézzel fogható végeredménye, és ezért ez nekem roppant szimpatikus. No, megjelölted akkor a célt? megjelöltem. Embernél is létezik, tehát az A az, az nem, nem jó, és 105 éves kornál mm. mondják, hogy 105 éves korodban ugyanakkor esélyed van megélni a 106. életévedet, mint mondjuk 108 éves korodban a 109-et. De mennyire jó volt az elméletem a C válasz? Nagyon jó, is. nagyon jó, nagyon jó, sajnos ne, sajnos nem nyert. Mm. <laughs> Viszont hallgassátok a Szerter Podcast-et, nézzétek ezeket a videókat, iratkozzatok fel SoundCloud-on, Youtube-on illetve azon Abba. a podcast alkalmazáson, amit használni szaktatok, kövessétek a Szertárt Facebookon, illetve engem Twitteren, rblc81 néven, vagy Bencét, Benzegúz néven, néven. a görbebögrének köszönjük a helyszínt, egyébként é, pedig én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt ja, láttam. Persze, Bencének köszönöm, hogy itt volt természetesen, <laughs> és, ö, és sziasztok! Sziasztok!